Rökhöz kötve érzik magukat a rezidensek szakorvossá válásuk gyakorlati évei alatt. Az egyetemet végzett fiatalok közül egyre többen akarnak külföldre menni, miközben alig van olyan terület, ahol nincs orvoshiány. A rezidens szó, ez azt jelenti, hogy egy állandó betegellátásban résztvevő, közben tanuló orvos, szakorvos jelölt. Ez a rezidensi korszak, ez 2 év, és utána a törzsképzést befejezték, ezt a 2 évet, akkor szakorvos jelölté lép elő, és a következő 1-2-3 évben, attól függ, hogy mennyi a teljes időtartama a tanulmányoknak, megszerzi a szakvizsgát. Az egyetemi klinikákon, közkórházakban, rendelőintézetekben zajló gyakorlati idő alatt azonban egyes helyeken folyamatosan jogsértő módon foglalkoztatják a rezidenseket. Gyakran nem fizetik ki az ügyeleti díjakat, bent tartanak, másnap végig dolgoztatják a munkanapot. Nagyon sokszor mi megyünk be először, a kollégák mennek ki, tehát a rezidens kollégák mennek ki utoljára az intézményből, és mindehhez általában egy 85-95 ezer forintos átlagfizetést kapnak. Bálint Botond az Állami Egészségügyi Központban dolgozik rezidensként. A körülményekkel neki nincs gondja, de a megélhetésen annál inkább. Én viszonylag jó körülmények között dolgozom. Hát ami nálam kicsapja a biztosítékot, azok sajnos az anyagi vonzat ennek a dolognak. Én nettó 97 ezer forintot keresek havonta, amiből úgy gondolom, hogy gyakorlatilag lehetetlenség az embernek a saját lábán megélni. Papszidónia belgyógyász rezidensként a jól keresők közé tartozik a maga 120 ezer forintos fizetésével, de ebben már az ügyeletekért kapott pénz is benne van. Nagyon szeretnék itthon maradni, de mondom, hogy ez egyre több nehézségbe ütközik, mert amint egy egzisztenciát kell biztosítani az embernek és a saját családjának, akkor ez már nagyon nehézségekbe ütközik. Azzal a rezidensek is tisztában vannak, hogy az intézmények is kényszerből tesznek ekkora terhet a vállukra. Olyan az orvoshiány, hogy kénytelen az intézmény a rezidenseket kirakni már a frontvonalra. Nagyon sokszor nem lehet megcsinálni az ügyeleti beosztás sem, hogyha nem veszik igénybe a rezidens kollégákat. Napi jelenség az, hogy egyedül ügyelnek, egyedül végeznek olyan tevékenységeket, ami egyébként szakorvosi jogosultsághoz lenne kötött. A probléma nem új keletű. A rezidens kérdés már az elmúlt évtized elején ismert volt. Ha akkor egy 5-10 évvel léptünk volna ezzel a területen, akkor talán időben lehetett volna lépéseket megtenni, csak az igaz pillanat gyorsan elmúlott, és el is múlik így. Ilyen szempontból most már az események után rohanunk. Ez azért problémás, mert hogyha beavatkozunk ebbe a rendszerbe a mai nap, akkor is 4-5 év múlva fejtheti ki a hatását, már pedig egyébként most szükséges beavatkozni. 2 éve az egészségügyi tárca a rezidensek röghözkötésével próbálkozott, amely az egyetem után 5+4, azaz 9 évig itthon tartotta volna a fiatal orvosokat. A vitatott rendelkezést a Fidesz kormány az első intézkedései között törölte el. Részterületek megoldásait kell megtalálni. Tehát mondjuk egy rezidensnek a megbecsülés, a tanulási lehetőség már azt jelentette, hogy ő nem megy el. És a háziorvosnál ne adj Isten a praxisjog megerősítése, ami nem feltétlenül egy anyagi juttatás azonnal, hanem az ő státuszának a megerősítése, ez is sokat jelenthet. Hiába tette meg már a kormány azokat a lépéseket, amely a röghözkötés vonatkozásában megpróbált enyhítéseket tenni, hát már kevésbé az ahhoz, hogy megindítsák, megállítsák ezt a folyamatot. A fiatal orvosok kiégnek rezidens koruk végére az állandó anyagi hajsza miatt. Próbálják elérni azt a megélhetési minimumot, ha egy fizetésből nem megy, akkor 2-ből vagy 3 munkahelyből összehozni, amivel fönn tudják tartani az életüket, és 2-3-4 év után, amikor telítődnek, amikor elfáradnak, kiégnek, akkor döntenek úgy, hogy elindulnak Nyugat-Európa irányába. Az egészségügyi szakember utánpótlás biztosításának kérdése messze túlmutat Magyarország határain és lehetőségein. Olyan elszívás, olyan vákum van, hogy még engem is, mint dékán megkeresnek a fejvadászok, például Németországból, és a következőt mondják.
bárhol Németországban, bármilyen szakmai területen, bármelyik életkorban elhelyezi az orvost. Tehát ez a rezidenst is jelenti. Tehát beíratják ott őket a rezidensi rendszerbe. Nemzetközi szinten is ennyire súlyos a probléma. Nem véletlen az, hogy az Európai Unió egészségügyi minisztereknek a tanácskozásán az európai humán erőforrás krízis az egyik napirendi pont, a két napirendi pont közül. Tehát ebből látszik, hogy az egészségügyi dolgozók, mint hiány szakma, az Európában, sőt azt mondhatjuk, hogy a világ minden részén jelentkezik. Elmegyek külföldre, vagy itt hagyom a pályámat. Itthon elmegyek más irányba. De ennyi pénzért szerintem ezt nem lehet csinálni. Györgyi Zoltán ötödéves hallgató szerint már a felsőbbévesek is pontosan tudják, hogy rezidenskoruktól semmi jót nem remélhetnek. A külföldi ösztöndiák iránt nagyon megnőtt a kereslet, és nagyon sokan szeretnének már most külföldre menni, hogy bedolgozzák magukat egy külföldi munkahelyre. Százalékban? 50-60 százalék fölött. Miért pont a rezidenseknél a legnagyobb a probléma? Hiszen ők képviselik azt a réteget, akik tudnak nyelveket, a diplomájuk eurokonform, és ráadásul nincsenek meg a gyökereik. Ennek következtében, hogyha ők nem találják meg a számításukat, bár se lépnek a rendszerbe, ez történt nagy tömegben a tavalyi évfolyamon végzőkkel. Az idén volt először, amikor a fele helyezkedett el. A fele. Többiek eltűntek a rendszerből. Magyarul elmentek orvoslátogatónak, elmentek valóban szerződéssel segédorvosnak, anélkül, hogy beréptek volna a rendszerbe, ez a második a legkevésbé valószínű, vagy elmentek külföldre. A fiatalok kényszerből és nem pénzéség vagy kalandvágy miatt mennek el. A hazai képzésben résztvevő rezidensek szinte kizárólag családjukra támaszkodva képesek átvészelni ezeket az éveket. Én még egyenlőre otthon lakom a szüleimmel, de 26 évesen, lassan ez már ugye nem egy normális állapot, és egész egyszerűen nonsensnek tartom azt, hogy 6 év orvosi egyetem után, lassan 2 év rezidens képzés után nem tudok a saját lábamon megállni, nem tudok egy lakást fenntartani, nem tudok magamnak egy cipőt megvenni. Szerencsés vagyok, mivel a családom támogatására számíthatok, de biztos nehezebb lenne, hogyha egyedül kéne boldogulnom. A fiatalok, most itt a 25-35 év körüleket, 40 év alattiakat értem, 60-70% a szülői segítséggel él. Tehát ez kimutatható, ez tapintható, hogy akinek nincsen háttere, familiás háttere, az lóg a levegőbe, az kénytelen valami saját megoldást találni. A családom engem is támogat, emellett másodállásban dolgozom, kerületi orvosügyeletet vállalok. Ráadásul ilyenkor úgynevezett centrifugális erő érvényesül, hát azt jelenti ugye, hogy mennél többen mennek el, annál nagyobb a tömegvonzása ennek, tehát nem szálláscsinálók vannak már ilyen szempontból, tudják, hogy hova mennek, tudják, milyenek a körülmények, milyenek a bérezések, és vannak ott ismerősök. Tehát ilyen szempontból még inkább szükséges az, hogy azonnal be kell avatkozni a rendszerbe. Ahhoz, hogy Magyarországon működőképes egészségügy maradjon, egy 200 ezer forintos nettó kezdő orvosi bérre van szükség, illetve egy 300 ezer forintos kezdő szakorvosi bérre. Ez az ország teljesítő képességéhez van igazítva, nem azt várjuk, hogy nyugati béreket biztosítson számunkra az állam, de azt igen, hogy azt a megbecsültséget, illetve a megélhetésnek a feltételeit, ami a nyugodt munkavégzésünkhöz kell, azt viszont biztosítsa. Az intézmények azonban nem támogatják azt, hogy csak egy-egy csoport anyagi helyzetét rendezzék az egészségügyön belül. Szerintük az orvosi hiányszakmák rezidensek által korábban kiharcolt 50%-os plusz javadalmazása ennek veszélyére mutatott rá. Egy kezdő kapja a több 10%-kal nagyobb bért, igaz, hogy csak 2 évig kapja, utána visszaesik a rendszer. Én azt gondolom, hogy ezzel hogy kiharcolták ezt maguknak a rezidensek, azt talán tudatos bérfeszültséget akartak gerjeszteni, hogy a helyzet tarthatatlanságára hívják fel a figyelmet. És valóban ez következett be. Hogyha lenne is ez a pénz, és azt a pénzt rátennénk a rendszerbe, abban a pillanatban többszörös elégedetlenséget váltanánk ki a rendszer más szereplőivel. Nyilvánvalóan ez olyan bérfeszültséget fog teremteni, hogy az illető, aki megkapta a többletpénzt, az lehet, hogy elégedett lesz a többletpénzével, de ugyanakkor 2-3-szor annyian elégedetlenek lesznek, és ők fognak lépni. Kérdés, hogy az ügyben kifejezett kormányzati szándék mit akar, s elegendő lesz-e az egészségügyi humán erőforrás katasztrófa elhárítására.
Nagyon fontosak a rezidenseket, beszéljük, ezek orvosokat, beszéljük, vagy tartsuk őket a fontosságuk értékében nyilván, ezek a munkát végző orvosok a klinikákon és a kórházakban. Tehát itt mindent meg kell tenni arra, hogy ezek tudják végezni a munkájukat. A fizetés az egy jelzés, és amíg azoknak az embereknek, akik tényleg ezt a mások életéért küzdenek, ilyen alacsony a fizetésük, az azt jelzi, hogy Magyarországon ennek nincsen komoly értéke. Mindenki úgy dolgozik, mintha már teljesen feladott volna mindent, és teljes kilátástalanság van. Egyik napról a másikra valahogy ellátjuk a betegeket, de ennek nem lesz jó vége, és ez nagyon hamar el fog jönni az, hogy ez nem fog működni. A jelenlegi bérviszonyok mellett teljesen biztos, hogy nem tudjuk itthon tartani az egészségügyi dolgozókat. Kereslet-kínálati piac fölfele hajtja ott is az egészségügyi dolgozók árát, és abban az esetben, hogyha valaki tízszer annyi bért tud keresni tőlünk pár száz kilométerre, és ráadásul a megérhetése se lényegesen drágább, abban az esetben önmagában pénzzel ezt a kérdést nem fogjuk tudni megoldani. Egyszerű matematikai kérdés, hogy 2-3 év alatt, hogyha elmegy 4000 orvos, akkor spontán össze fog dőlni a magyar ellátórendszer. Nem kell ez egyetlen szervezetnek sem megszervezni az elvándorlást. Egyszerűen olyan a mértékű a kiáramlás, amit az ellátó struktúra nem fog kibírni.